Dobszai Péter, az Alba Régia szimfonikus zenekar művészeti vezetője volt a vendége az újonnan induló Bennfent Est programsorozatnak, amelyet a Belvárosi Csendesülő és az Arsó álmodott meg. A Bennfent Esteken minden és bármi terítékre kerülhet. Fejér Erdélyi Teréz, az Alba Régia szimfonikus zenekar marketing munkatársa elmondta, a kötetlen beszélgetés sorozatot azért találták ki, hogy a zenekar művészeit közelebb hozzák a közönséghez. Igazából a koncerteken nyilván élvezik a zenét, látják, hogy hogy dolgoznak a művészeink, de úgy igazán nem feltétlenül ismerik őket, és ezek a beszélgetések valóban róluk fognak szólni. Nem csak a művészetről, hanem hogy igazából milyen emberek. Tehát talán egy kicsit jobban megismerhetik őket, már csak azért is, mert ők is kérdezhetnek, hogyha van olyan kérdésük, amit esetleg nem tennének föl, csak úgy a színpadra felrohanva. A beszélgetés sorozat első alkalmán Dobszai Péter, az Alba Régia szimfonikus zenekar művészeti vezetője volt a vendég, aki elmondta, nagy öröm találkozni mindazokkal, akik fontosnak tartják a kultúrát. Lényegében ennek a sorozatnak az a célja, hogy az Alba Régia szimfonikus zenekarnak a tagjait, különböző posztokon dolgozó, akár művészeti, akár a művészeti területen kívül dolgozó a tagjait, munkatársait egy szorosabb kapcsolatba hozhassuk mindazokkal, akik a zenekarnak a törzs közönségét alkotják, akik a mi munkásságunkat figyelemmel kísérik, és akik a koncertjeinket hallgatják. Nekünk nagyon fontos az a fajta közvetlen viszony és egymásnak a személyes jó ismerete. A Bennfent Est következő programját április 23-án tartják, akkor Bújtor Balázs, az Alba Régia szimfonikus zenekar koncertmestere lesz a vendég, a továbbiakban pedig Tóth Sára Rebeka fagottművészt is megismerheti közelebbről a közönség.